nagy teher ezek után megszólalni. Gondolom, sokkal tapasztaltabb kollégám is így volt ezzel. Túl kedves szavakkal illetik itt az előadókat, de szívesen vesszük. Kedves barátaink, én nagy szeretettel jöttem, fogadtam el a múzeum munkatársaiknak a meghívását, annál is inkább, amint hallották az előttem szólóktól, hogy volt egy történelmi kapcsolatviszony az intézményvezető elődöm és az itteni muzeológusok között, és valahogy találkozik a gondolkodás fonalának a tovább szövése, és nem csak a Mátyás király babák, vagy tematikát feldolgozó babákat sikerült Udvarhelyen bemutatni, hanem remélem akkor januáron már a következő kiállítást, visegrádi kiállítást is Udvarhelyen. És dolgozunk annak érdekében, hogy ez a kapcsolat, ez folytatódjon. Hát egyre kevesebb idő van most már a szakmai munkára, az én tevékenységemet egy picit úgy mossam magam, és valóban inkább jelenkutatás volt az, amivel foglalkoztam még néprajzos koromban most is, csak hogy amikor ugye nem az adminisztrációval telik el a sok-sok idő. Azért mondom ezt felvezetésképpen, hogy jelenkutatásra, mert valójában életmód és lakáskultúra változása Sóvidéken, persze egy kicsit távolról indítom, és akkor, hogy elérkezünk, hogy az a fajta gazdasági és társadalmi átalakulás, amely jellemző a sóvidéki falvakat, és speciál egy-két falut, vagy a sokkal hát kirakat falvakat, azok az alaptémák, amelyeket én is kutattam, és főleg PhD dolgozatomban, amelyeket feldolgoztam. Hogy miről is beszélünk, tehát igazából azt egy ilyen fülvezető kis térképecskén mutatom be, hogy valójában áprili és egyáltalán Parajd és Visegrádnak a viszonya tekintetében a Sóvidék az egy meghatározó élményt jelentett számára, hiszen egy olyan néprajzi, földrajzi és néprajzi kis táj, amely egy kompakt zóna olyan értelemben, hogy természetrajzi adottságai révén valahogy a társadalmi és a gazdasági fejlődés is egy szerves szimbiózisba zajlott az elmúlt évszázadokban, évezredekben, ha nagyon messziről akarunk indulni, és mindennek oka van, oda vezető oka van, amelyet esetleg az előadás végére én mondjuk kifejtek, hogy történetesen most a jelen kutatásban hol is tart mondjuk egy-két faluja a Sóvidéknek. Na most ez a valójában 8 falu, de majd fogják látni a következő szlájdon is, hogy sokkal több esetleg ugye résztelepülés is ide sorolható. Amint Marosvásárhelyről érkezik a vendég, a turista, a látogató, bárki, és Székelyudvarhely felé veszi az irányt, azt egyértelmű, hogy először Sóvárad, Szováta, Parajd, Felsősófalva, Alsósófalván nem megy keresztül, viszont a templomtoronynak lehet integetni, mert látszik, utána pedig jövet tovább Agyha fent a domb oldalon, jobbkész felől és Korond. És nem is szokták Sóvidékhez sorolni, de nagyon kevesen tudjuk, valahol ott a dombok között, Alsósófalvától túl, valahol a dombok között megbújik Siklód. Ez egy nagyon érdekes kis falucskája az egész Sóvidéknek, mert hogy pont ez a zsáktelepülés jellegének köszönhetően hát fantasztikus dolgok őrződtek ott meg, tehát néprajzi vonatkozásban mondhatni, hogy akkor tényleg ilyen táptalaj, az archaikusabb vonatkozású háztartásbeli vagy éppenséggel népi építészeti jellegzetességeknek. Hogy honnan is kapta a nevét, ez nem nehéz kitalálni, hiszen aki Szovátán vagy járt, Parajdon járt, ugye nagyon sokan önök közül, akkor elég, hogyha lépten nyomon belebotlik a sóba. Ez egyrészt érték, adomány a természet által, másfelől pedig azért a megélhetés szempontjából ez egy elég nagy teher az ott élő falvaknak, hiszen úgynevezett szikes talaja van a vidéknek, és éppen ebből kifolyólag a mezőgazdasági termelés az hát eléggé problematikus. Tehát az elmúlt évszázadok során a sóvidéki emberek meg kellett találják maguknak azokat a praktikákat, azokat a gyakorlatokat, amelyekkel ki tudták helyettesíteni azt a hiányt, amely adódott a mezőgazdasági, a terméketlen mezőgazdaságból.
Tehát ez az úgynevezett szikes talaj, tehát sós palával is, tehát ugye agyaggal is van vegyítve, ez nem hozza meg a kellő termést, sőt, majd koront kapcsán majd fogom említeni, úgynevezett elegy búzát vetettek, ami azt jelentette, hogy ahhoz, hogy valami legyen belőle, kétharmad zab és egyharmad búza volt csak ennek a keveréknek a receptje, és akkor így valami még megtermett az illető földeken. Na már most a település szerkezete ennek a nyolc falunak, annak ellenére, hogy ez egy földrajzi kis táj, és néprajzilag egy kompakt övezet, az elmúlt időszakban a fejlődés során különböző utakat jártak be, hiszen egyrészt ugye Parajd, sokat emlegetett Parajd, az úgynevezett Soros falu, hiszen a főút mentén telepedett, hasonlóképpen a Sóvárad is kimondottan a főút mellett telepedett. Voltak a régebbi, majd font Sófalvi András munkásságára alapozva Sófalvát, vagy éppen Korondot emelem ki, ahol a falu magból fejlődött ki a falu, és különböző az évszázadok során ezek ilyen halmaztelepülések formájában szépen-szépen bővültek. Szobáta egy kicsit ugye kiesik, mert már nem nevezhetnénk egy rurális településnek, most már, hát lassan-lassan Parajd is annyira ütemesen fejlődik, hogy szinte már ezt a falu megnevezést hát megdobálnak egy boksóval, hogyha azt mondjuk a faluba, mármint a városba, vagy még nem város, de még nem falu, annál inkább Korond már az nagyon urbánus. Tehát, hogy egy érdekes folyamat zajlik ott le a Sóvidéken. Fogjuk látni, hogy vannak olyan települések, mondhatni akár ilyen depressziós kisközösségek, ahol megállt az élet, és igazából a társadalomnak nem talál kiutat, másfelől pedig van két-három olyan település, ahol tehát olyan gyakorlatokat, praktikákat sikerül találni az ott élő embereknek, hogy teljesen megugrották azt, ami esetleg tehát a múlt század közepén, ami mindenkinek nagy trauma volt a szocializmus által, ez a nagy olvasztó tégelybe való belegyúrás. Voltak, ebből tökéletesen ki tudott kecmeregni. És akkor szórványtelepülések, és azért mondtam, hogy nem csak ebből a nyolc településből áll ez a kisvidék, mert ott van például Pálpatak, a Fenyőkút, Kalonda, Békástanya, Vadasmező, Likasbérce, Nyír, és ha jól tudom, hát itt most egy kis, ezt akarom pillanatra csak visszaugrok az elejére, hogy ez egy ortofotó a Fenyőkútról. Tehát azt láthatjuk, tehát a pirosra karikázva, hogy a tanyák milyen formában, hogyan helyezkednek el egymáshoz teljesen rendszertelenül, tehát ez egy sajátossága például az ottani a hegyi gazdálkodásnak, hogy ilyen formában vannak jelen pillanatban szétszórva a tanyák, és ez hasonlóképpen Fenyőkúttól, Pálpatakán keresztül, Kalondan és más vidékeken is. Csak egy-két képet azért tettem be, hogy láthatjuk, hogy Parajd is hosszan elnyúlik valójában, tehát a bizonyos soros típusú településhez, ettől eltekintve például látjuk, hogy például Sófalva, a masszívan a templom köré települt, az már egy érdekesebb, vagy agyha fent a domb tetején. És akkor a népesedés, bár a néprajzus nem indul ilyen nagyon messze, ez hadd legyen meg a régészeknek a dolga, hogy valahol a 14. században kotorásza az emlékeket, de a település formának a kialakulása miatt hozom ezt a példát, és ugye Sófalvi András kutatásaira majd két hét múlva eljön önökhöz alapozva, tehát hogy Sófalva egyik olyan példa, ahogy valójában hogyan is alakult ki maga a település a bizonyos falurészekből, és akkor szépen fokozatosan mindegyre újabb gazdasági egységek jöttek létre, újabb birtokok, és osztodással szaporodtak sejtszerűen szaporodtak a birtokok, olyanszerűen, hogy ha például a korondi esetében megnézzük, itt nézzük csak meg, hogy 1913 a földi évkönyvben, vagy évi földkönyvben hány olyan személynév, illetve keresztnév van, amely egy-egy utcát jelölt, gyakorlatilag zsákutcák jöttek létre, és osztodott a birtok. Hát ugye még az egykéz is nem volt divat, de 2004-es újabb
utcahálózat feltérképezésükben is bejöttek újabb nevek, gyakorlatilag a 20. században is folytatódott az, hogy a nagybirtokot úgy osztották, hogy éppenséggel a gyerekek leválasztottak belőle egy-egy, tehát tagolták, és leválasztottak belőle egy-egy telek részt, és ez is bizonyítja, hogy valójában hogyan is fejlődött ki a történetesen Sófalván is, Korondon is a település szerkezet, és ebből alakultak ki az utcahálózatok. A 17.-18. században írtam, hogy van egy kirajzás, és valójában, amikor már úgy érezte a falu közösség, hogy igazából a népesség növekedés miatt nem tudja gazdaságilag eltartani az a terület az újabb családokat, akkor megtörtént ez a kirajzás, és ezáltal jöttek létre a tanyák. Tehát azok a tanyacsokrok, amelyekről korábban beszéltem, ez főként a Korond környéki vidékekre jellemző. És ezt mutattam, de hogyha nézzük meg egy picit, hogy az első, második és harmadik katonai felmérés alapján ugyancsak az ortofotóra rávetítettem azt, hogy Korond hogyan fejlődött. Most ez a jelenlegi állapot a Korondnak, természetesen ugye a piros az az első katonai felmérés, a sárga az a második, és a kék szín az a harmadik katonai felmérésnek az eredményeképpen, tehát a térkép rávetítve a jelenlegi helyzetére. Gyakorlatilag a legnagyobb ugrást látjuk, hogy ott a piros és a sárga szín között történt, és fokozatosan ez az a falu, mely fokozatosan minden nap egy-egy újabb házzal szinte, ha túlozni akarunk egy kicsit, és majd éppen azért fogok én egy kicsit többet is beszélni, azon túlmenően, hogy én ezzel a falunak a társadalmi gazdasági átalakulásával foglalkoztam. Na de térjünk meg egy picit azelőtt még a telek szerkezetre. Tehát mi az, ami nagyon sajátos a Sóvidékre? És egyelőre nézzük ezt a két rajzocskát, keresztcsűrös, négyzetes udvarszerkezet van, ahol a csűr a domináns. És akkor bevágtam egy olyan kis makettet felülnézetbe fotózva a felső kép, amit még ugye a múzeum alapító házrezsünk készített el, pont ennek a típusnak a példázására, hogy itt is látjuk, hogy a csűr az keresztben van, ez az úgynevezett keresztcsűrös elrendezés, és a szinte nagyobb méreteiben, mint a lakóház. És az alsó kép pont ennek az ellenkező, a Szászvidéken hogyan, meg a Magyar Alföldön is ugyanez történik. Tehát a Szászvidéken ez a zárt utcasoros úgymond építkezési mód van gyakorlatban, a háznak a meghosszabbításaként vannak a gazdasági épületek, és szallagszerű parcellák vannak. Ettől eltekintve Székelyföldön is, hasonlóképpen a Sóvidéken is, ami az életet jelentette, tehát hogy igazából a megélhetési forrás jelentette, az dominált. Tehát nem a nagy ház volt ezelőtt 100-200 évvel, na most meglátjuk most, hogy mi fontos esetleg Korondon, hanem a csűr volt jelentős, vagy éppenséggel, hát itt most itt láthatjuk többek között, hogy a trágyadomb is jelentős volt. Tudják, úgy mentek lánykérőbe, hogy megnézték egyszer, hogy a trágyadomb mekkora, mert akkor annak megfelelően több jószág volt az illető családnál. Tehát ilyen informális praktikákat is bizony bevetettek a legények, amikor lánykérőbe mentek akár a Székelyföldön. És egy rövid kis zárójel, ugye az igazgató említette, hogy sokat jártunk a kollégáimmal Csángóföldre, most ott pedig a feltornyozott hozomány jelentette szimbolikusan, de hát a Csángó asszonyok is legalább, hát szinte olyan eszesek voltak, mint a Székely asszonyok, és minden egyes ugye textíliába, tehát ugye zsákba egy-egy deszkát tettek. Na hát, miután megvolt a lánykérés, utána nézhette a legény, hogy faanyagot is kapott, nem csak textíliát. Most innen indultunk el, hogy valóban tényleg meghatározó volt, hogy még a trágyadomb is hol volt elhelyezve. És akkor menjünk be a házba, és megint nagyon távol indulva, de a sóvidéki építészetnek, népi építészetnek a sajátságosságát egy picit jellemezve, valójában az, ami még jelen pillanatban is, amit a néprajzosok is megfogtak, az a kétsejtű ház, mert hogy az egysejtű négyszögletes félig földbeásott házak, ez még mindig a régészetnek a doméniuma. Természetesen hasonló, tehát amikor azt mondtuk, hogy kezdett kifejlődni a Sóvidéknek alsó-sófalva a Korond, a 14.-15. században ilyen szerű építkezés volt,
Azt követően pedig a kétsejtű pitvaros földfelszíni házak kezdtek el, ami mi esetünkben az első. Tehát, hogy valójában volt egy egysejtű ház, és annak volt egy eresze, egy félig fedett eresze. Aztán a 17. században következett az, hogy részlegesen bezárják az ereszt, tehát tesznek neki egy vagy esetleg két oldalon is deszkaborítást, és a 18. században, mert már teljesen bezárják, az a kamra is, amit itt láthatunk, az már egy zárt tér lesz, és az eresz az nyitott. 18.-19. századnak a fordulója, és megjelennek valójában a háromosztatú házak. Ebből a kettőből van példa jelen pillanatban is a Sóvidéken, tehát az eresz kamra összevonásával és a háromosztatú házakra van példa, főként ez az utóbbi példa domináns, amikor differenciálódik a belső tér. De olyannyira differenciálódik, hogy megvan mind, hogy kicsi ház, nagy ház, kamra, és a nagy ház, ami ez esetben itt van, az elfoglalja a háznak, tehát az alapterületnek jó részét, viszont ha nézzük csak meg, hogy a nagy ház az valójában a parádés ház, amit ott alól beírtam, ezt nem használják. Hát ez is egy reprezentációs célt szolgál, gyakorlatilag ez a tiszta szoba. Itt nem történik semmi, mármint olyan értelemben, hogy vetett ágy, meg ugye reprezentatív textíliák és bútordarabok vannak benne, és az élet az valójában az ereszben, a kisházban, illetve a nyári konyhában zajlik, és a 19. század, 20. század első felében is így történt ez a Sóvidéken is. Valójában csak azért hangsúlyozom ki, hogy ugye majd elérkezünk a 21. században, nézzük meg, hogy mi a reprezentációs tér, de hogy a nagyház már, a parádésház, az is már csak egy reprezentációs tér. Persze, ha jött egy vendég, vagy éppességgel a halottat oda ravatolozták fel, vagy adott esetben nagyon-nagyon ritkán használták. Agyhából, mondtam, koron fölött fent a dombon, madarinon állnak néhány, ugye ezt meglévő házak datálásából, ugye egy kétsejtű lakóház, és akkor ez a nagyon tipikus három felsősófalváró, például a háromosztatú lakóház, tele van még mindig, most nem azt mondom, hogy a Sóvidék tele van ilyen házakkal, mert azért Parajdon jó kell keresgélni, Korondon ne is keresgéljünk, ha viszont Sófalván, Siklódon, Agyhába találunk jócskán ezeket, és ezek nagyon sajátosan voltak, sajátosan sóvidéki háztípusok voltak, majd a skanzenben épülő erdélyi tájegységben is lesz a vidékről ház, úgyhogy, mert az egy sajátosan egy olyan típus, amit meg fognak jeleníteni itt is. Ez például egy korondi példa, csak úgy a bárányok az csak úgy dekor, tehát attól leszámítva, valójában ez az udvarrobóban van fotózva, ez egy 19. századi építésű ház, tipikus a háromosztatú ház, vagy adott esetben ez például ugyancsak Siklódról van, ezeket azért mutatom, ezek nem az utca frontra épültek ki, mert amelyek kiépülnek az utca frontra, az úgynevezett kőrtornác az végigfut a homlokzati részen, és lévén, hogy ez egy dombos, hát nem nevezhetném még hegyek, mert a hegy az ma a Hargitának kezdődik nálunk fele, de ez egy dombos részen van, tehát ilyen, ugye tudják azért Daniék is, hogy Parajdon is azért nehéz házat építeni. A kőpince, alápincézett kőpince van, és azt a lenti részt vagy nyári konyhaként használják, vagy egyéb más tevékenységre szokták használni, de ez is egy sajátossága a sóvidéki építkezésnek. Ez is egy siklódi példa, vagy ez például egy alsósófalvi példa, amikor a bácsi éppen a híres alsósófalvi fansangtemetést nézi a tornácról. Persze vannak ilyen átmenetek, egy kicsit beüvegezik. Egyébként itt egy érdekesség, hogy itt az állattartásra is használták itt az alsó részt, egyáltalán nem jellemző, mert hogy annak szaga van, és ez a székely ember nem így használta egyáltalán, mert az felszállt a felső részbe. A idősebb korban ez egy átalakított változat. Na és akkor egy picit, hogy hogyan alakul, úgy éppen agyha látszott, egy eset révén, hogy hogyan, milyen utakat jár be két szomszédos falu, tehát szint egy községbe tartozó falu, akkor két példát mutatnék meg.
Hogy mennyire homlok egyenest másként fejlődhet, azért, mert hogy éppenséggel az ott lakó személyeknek az érdeklődésük, a társadalmi úgymond hovatartozásuk, vagy éppenséggel rátermettségük mit határoz meg, és a falu jövőjében. Nézzük egy kicsit csak a 20. századot, nem megyünk messze. Ugye Korondor mindenki ismeri. Korondorcs, azért hozok majd esetleg olyan példákat, ami mindenki nem, hogy nem feltétlenül a híres dolgokat hozzunk-e Korondról. De nagyjából tudjuk, hogy valójában azt hisszük, hogy mindig Korondon találták ki a kerámiát, nem, Sóváradon sokkal korábban, Siklódon korábban készítettek mázas kerámiát, Korondon a mázas kerámia csak az 1910-es évektől van, azelőtt is volt kerámia, viszont nem mázas, az úgynevezett veresedények korszaka volt. Gondoljunk csak bele, az udvarhelyi fazekas cégnek a dokumentumai között olvashatjuk 1616-ba, hogy a korondi kontárkodó fazekasok elveszik a piacot. Na hát, azok már tudtak valamit 1616-ban, tehát ők máz nélküli használati kerámia edényt készítettek, és ezzel lepték el gyakorlatilag a piac. Mint egy olyan kínai áruként kell elképzelni, olcsó volt, és nagy tételbe tudták gyártani. Egyébként volt neki a jellegzetessége, hogy a korondi pala, vagy a korondi agyag, az egy homokos agyag, amelynek az a jellegzetessége, hogy főként máz nélküli vizes korsokat készítettek, mivel agyag, vagy homokos volt az illető kerámia, tehát ha elvitték tehát pórusos, ha elvitték a vizet vele a határra, akkor párolgott. Most a párolgásnak fizika, nem tudom, van-e? Tehát hidegen, a korondi korsóban hidegen maradt a víz. A más korsóban nem maradt hidegen a víz, tehát többek között voltak ilyen. Most az egész iparágat bedöntötték, például a vas, az érckályhák. Nem lehetett már abban a kerámiából főzni, töltött káposztát, se semmit, úgyhogy például az érckályha tette be az ajtót a korondi kerámiának, és akkor elmentek a szomszédba, hozták a díszkerámiára a mintákat, és elkezdték gyártani olyan igényeknek megfelelően, ami éppensége piac volt. Akkor milyen piac volt? Hát a fürdő kultúra kezdett akkor elterjedni. Korond mellett ott volt Árcsófürdő, ott volt Szováta, hordták szerte szét a világba, az országba, és hordták a Kárpátokon túl is, és olyant készítettek, amilyen éppenséggel az ízlést megkívánta. Tehát a szászoknak készítették a kékfehéret, a románoknak készítették az úgynevezett rázottat, és ott volt például Siklót, Sóvárad és Küsmőd és a többi ugye a környékről a kerámia központok, és ők leragadtak annál a cserelapisnál, a saktáblásnál, amit mondjuk egy 50 év, 100 év alatt csináltak, és nem tudták felvenni a lépést a piacra. Na most Korond fölve ezt tudta. És akkor ott van mellette Agyha, aki ott van. Na most Agyha igazából önálló gazdálkodó magatartás jellemezte a falut itt is, tehát ez az állattenyésztés, gyümölcstermesztés, utána pedig ugye növekedett a népesség. A falunak nem volt jó minőségű termőtalaja, ők vagy egyszerűen nem tudtak ráhangolódni arra, hogy kerámiát esetleg készítsenek, mint a tőlük, mondjuk légvonalban 2 kilométerre található Korond, és akkor már van egy, ugye hát az első világháború után jóval van egy első fázisban egy népességkibocsátás, aztán jött 1945-62 között, amikor jön egy második hullámú, amikor TSZ-esítés, azt megelőzően ugye a szövetkezesítés, ők se nem tudták, mit kezdjenek ezzel, 62-ben bevezetik a kollektívet, és 80-as évek után megint elmegy mindenki. És Korondon dübörög a gazdaság, tőle 2 kilométerre Agyhából egyszerűen, hogy mondjam, kibocsátják a népesség, az aktív, dolgozó népesség nem találta fel magát. Na most, a szomszédos falu ott van Sófalva Parajt, tehát ott picit azért másabb volt az élet, mert ugye ott volt a sóbánya, a Parajdon ott volt még a gyufagyár is, meg hasonlók, tehát hogy igazából ott jobban le tudták kötni a munkahelyüket, Agyha egy kicsit távolabb esett, teljesen elveszítette úgymond az aktivitását, és akkor népességben ez így néz ki. Tehát nézd, a piros az Korond, és a sárga az Agyha, tehát
elindult a két görbe, és akkor egyszerűen nincs megállás. Tehát van egy nagy, hát látott ott a 20. század közepén, a Korondon van egy népességmegugrás, utána jöttek azok a szocialista évek, amikor azért Korondon is nagyon sok informális praktikát kellett bevezetni, megtanulni, és akkor látjuk, hogy azért 77-es népszámlás adatoktól megint egy felfeleivel is tapasztalható. Egyszerűen kitanulmányozták a korondiak, hogyan lehet átverni a szocialista rendszert, és nagyon jól működött. Annyit, hát átverni, hogy tehát egy szürke gazdaság működött, és nagyon jól működött a szocialista gazdaság mellett. De majd a szereplőkre a végén egy-két mondatban kitérek. És akkor ugye hát agyhának mi a jövő? Hát az hogy akkor ilyeneket látunk agyhába. Tehát, hogy ugye a pénztele, tehát a népépítészetnek van két nagy, hát mondja, ellensége. Amikor a szegénység, vagy ugye a elnéptelenedés, a rengeteg pénz. Na hát ez az egyik ott van agyhába, a másik pedig Korondon. Tehát, hogy hogyan lehet az népépítészet tönkre tenni, majd arra is látunk példát. Tehát, hogy vannak ezek az agyhai példák, hogy nagyrészt hasonló dolgokat láttunk agyhába, na most egy hete felavatták a műutat, attól még nem fog ugye, tehát a megélhetés biztosítani, de legalább most már jó úton közelíthető meg agyha, érdemes arra járni. Most ettől eltérően Korond, még egy picit még mélyebbre fúrjunk. Tehát azt írják a 20. század elején Bözödi György, hogy itt a jólét, tehát megengedi tehát a jólét megengedi a hivalkodást, és nézzük csak meg, ha már kicsit a lakáskultúra és a házak, minél több csatornának legyen a házon, sok sarkot csináltak a háznak. Tehát, hogy minél több, tehát, hogy igazából ilyen szimbolikus gesztusokban élték ugye ki a korondiak, mert megvolt rá a lehetőségük, járnak, kelnek a világ, vagy az országban látnak különböző formákat, és a 64-ben a korszerűsítik a főutat, ami most haladunk keresztül Korondon, ahol jövünk Parajtó, megyünk Udvarhely fele, és tehát van megint egy ugrásszerű növekedése. Tehát 77-ben van 4224 lakos, 1114 házszám, 2005-ös adat, tehát gyakorlatilag több mint 400 házzal több. Tehát ez még egy falu létrejött. Tehát, hogy azért mondom, agyha teljesen elnéptelenedett, Korondon megépült még egy falu. De most persze milyen házak épültek, ez a 60-70-es évektől ez a kocka típusú ház, vagy ez L-alakú házak. Tehát ez népépítészeti szempontból nem releváns, de társadalomtörténeti szempontból igen, hogy éppenséggel mire volt pénz. Úgyhogy itt ez egy, mondhatnánk akár egy sikertörténet is, hiszen a gyorsütemű fejlődésnek megvoltak a látványos eleme is, ugye rugalmasak voltak, dinamikusak, jöttek, mentek, például nézzük csak meg ezt a térképet, hogy 40 fazekas között végeztem én egy felmérést, hogy hova szállítanak, tehát ez csak 40 fazekas az ország különböző területére. Tehát ők már 20. század közepén, amikor más esetleg a TSZ-ben dolgozott, ők szerte az ország különböző pontjaiba jártak, és gyakorlatilag az van, hogy itt előképeket, mintákat látnak, és ezeket tudják érvényesíteni a építészeti szempontból, életmódbeli váltás szempontjából is. És akkor létrejöttek ezek az úgynevezett kvázimodern lakások. Tehát egyébként ez máshol is volt, csak nem ilyen léptékben. A legutolsó érdekesség, hogy egyáltalán ezek nem, hogy egy korondi kerámia nem volt a házban. Tehát nem, tehát ők nem akarták, szerintem még nippeket se használtak, tehát utálták a kerámiát, ők csinálták, eladták, de hogy érdekesség volt, hogy nem tűrték meg a saját, ugye már csak éppen a saját házukban elássanak kerámiát. Érdekes módon ugye már akkor, de fogjuk látni majd később is, a televízió centrikussá rendezték be a szobákat, tehát egy reprezentációs tér volt, egy közösségi tér volt például a szoba, a nappal, ahol többen összeültek, és ez most sokkal hangsúlyosabban jelen van. Hát vannak ilyenek, most csak a negatív példákat hoztam, nehogy azt higgyék, hogy Korondán ugye keresztül mentek, gyakran látjátok, csak hogy ezeket azért hoztam, hogy a pénzzel nem feltétlenül társul az ízlés is. Most ugye vannak, tehát hogy... Hoppá. Így.
hogy beleszóljon még valaki. Tehát, hogy ilyen tekintetben mondhatjuk azt, hogy valóban óriási potenciállal rendelkezik, és hogy, de azért nézzük meg, hogy esetleg korond, én azt is néztem, hogy felkészültség szempontjából mi az, ami fontos a korondiaknak. Na most ebből a merítésből, tehát amin vonatkoznak ezek az adatok, ugye fent a számszerűsített adatok, ahogy összesítve volt, a megkérdezettek száma általános iskola fele. Tehát, hogy a tanulás, továbbtanulás egyáltalán nem jellemző volt a faluban, vagy nem fontos volt, mert hogy mit csinál mindenki? Mindenki szabadúszó, egyéni vállalkozó, vagy egyébben foglalkozik, és valójában az a fajta, tehát azokat az informális praktikákat, azokat a kereskedői szokásokat, amelyeket valójában éltetik, nem azt mondom, hogy azokat a kerámia készítő szokásokat, mert most sokkal inkább többről szól, azokat iskolázat, tehát hogy mondjam, a felsőfokú végzettség nélkül el tudják sajátítani, meg tudják oldani, és ezért nem fontos korondon, hogy adott esetben, hogy a továbbtanulás. Mert ha megnézzük például ezt a szakmunkás képzés, és az is még, de hogy nézzük meg a 648, az elemi iskola és az általános iskola, és akkor szinte háromnegyedét a mintavételnek elvitték. A családok, ahol egy gazdasági jólét van, az utóbbi időben másfél évtizedben kezd felértékelődni a továbbtanulás. Viszont ez a 2000-es évek közepi első feléből adatok, és egyszerűen a továbbtanulásnak nincs hagyománya, nincs presztízse korondon, hanem annak a gazdasági praktikáknak van, amelyekhez nem feltétlenül fontos. És valójában ugyanazon települő, tehát itt például nézzük meg, hogy nem bocsátanak ki vendégmunkást. Az, hogy külföldön dolgozik 217 személy, hát egy 6000-es közösségből, az még mindig nem számottevő, mert hogy mindenki otthon tesz, dolgozik, vagy más csinál. És akkor néhány dolog, hogy mivel foglalkoznak jelenleg a korondiak, felállítottam néhány dolgot, tehát kereskedők, viszonteladók vannak, és ez a réteg, ami leginkább exponált, hiszen önök is, hogyha elmennek korondra, vagy hogyha elmennek mondjuk a román tengerpartra, vagy hogyha elmennek mondjuk a gyilkostó, békásszoros, na, ők nem a kézművesekkel találkoznak, hanem a kereskedőkkel, viszonteladókkal. Most ők azok, akik viszonteladókkal megvásárolják a kézművesektől a termékeket, vagy a bukaresti kínai piacról, nagybani lerakatokból, és úgynevezett saját bodéikban továbbadják, és ezekkel kereskednek. Három-négy kategóriát különböztettem meg, hogy kik lehetnek ezek. Vannak, akik tényleg a nagy, majd egy-két nevet mondunk, akik a saját termékeik mellé vásárolnak hozzá mindenféle egyebet is, hogy ne legyen csupasz a bódé csak kerámiával, tehát hogy kézművesek. Tehát vannak azok az időszakosan jövedelmű kiegészítése céljával kereskedő személyek, ők nem a sikeresekhez tartoznak, mert az igazi nagy sikeresek azok, akik nagybani kereskedést folytatnak, és ugye a kereskedői múlttal rendelkező családok közül a fiatal generáció. Tehát ők ugye mit 1616-ban panaszkodtak a céhek? Na most nem csoda, hogy 2016-ban is ugyanazt tudják csinálni, mint 1616-ban. És akkor ez a viszonteladó típus, tehát hogy minden van a korondi bódéban. Na de vannak a kézművesek, tehát ugye általában a néprajzos, nem feltétlenül a társadalomkutató, de a néprajzos ezekhez nagyobb empátiával viszonyult. Ugye hát az értelmiségi elit részéről felértékelt személyiségek, na de egymás között ők nagyon jól össze tudnak veszni, mert van egy filtosművelődési egylet, meg egy életfa korondi fazekas szövetsége, és akkor már ezek, tehát a faluban 70 kézműves, ők nem tudnak megegyezni, két külön egyesületet tartanak fenn, külön vásárt készítenek maguknak, viszont a nagy múlttal rendelkező fazekas családok mindenféleképpen a kézműves kategóriába tartoznak. Itt már sikeresekről is beszélhetünk, és például ugye Pál családot tettem ide be, ott éppen az asztalon ugye Pál Lajosnak egy verses kötete van, meg a korondiskola könyvére is Pál Lajosnak
családját, ugye az idős Pállal is hátul ott a bajuszos, és a mindenki ezzel foglalkozott, és valójában ugye Pál Gusztíró, aki ugye Európai Kulturális Díjat kapott, meg hasonló, ugyancsak ebből a családból nevelkedett ki, tehát ők a kézművesek. És akkor amiről nem beszélünk Korondon soha, pedig ott vannak, és úgynevezett agrártermelők. És ők viszont a 19. század végén még nagyon ott voltak, mert hogy a kereskedelmi miniszternek törvénytervezet volt felterjesztve, hogy hagyjanak békét már az ipari kereskedésnek, mert mindenki csak földműveléssel akar foglalkozni Korondon, és az ipart nem tudják, a mázas kerámia iparát meghonosítani. Most ez volt a 19. század végén, nézzük csak meg 1941-ben, amikor még nem volt kollektív, 117 család nem birtokolt földterületet, 50-ben sem volt meg kollektív, de ott már 235 család nem birtokolt földterületet, tehát a 20. század második felében indult el a lavina, és akkor háttérbe szorult teljes mértékben a földművelés. Ennek ellenére vannak törpegazdaságok, akik hát éppen eltartják magukat, ezek ugye gyenge minőségű termőtalaj van, nem tudnak olyan jövedelmet generálni, ahogy éppenséggel mond a látványos kereskedői réteg. Vannak a vegyes háztartások, ezekre az jellemző, hogy például a fiatal generációk kereskednek, kézműveskednek, és az idősebb generációknak vagy a TSZ-ben dolgozott, vagy előzetesen földműves hagyománnyal rendelkezett, ők nem tudnak elszakadni ettől, viszont ugye ők a megtűrt foglalkozás, és akkor nyilvánvaló, hogy az ilyen típusú gazdálkodás pénz von el, tehát a kereskedelemből fizetik a család fiatal tagjai, fizetik azt, hogy szántás, vetés, boronálás esetleg megtörténjen, és ez csökken. A kényszerföldművesek, akik máshoz aztán végképp nem értenek semmihez, olyan értelemben, hogy nem megy nekik a kereskedés, munkanélkülivé válnak, tehát ez egy olyan pálya, ahova egy menekülő pálya Korond esetében. Agrárvállalkozók hát valójában nincsenek, mert hogy nem olyanok a földek. Na és akkor a termelő ágazatok között a következtetés, ha így megnézzük, ugye a földművesek, iparosok, szolgáltatások, valójában azért látjuk Korondról csak azt, hogy Korondon minden a kereskedelemről és a kézművesség szól, mert kifelé ezt exponálják. Tehát a szekundár és a terciár ágazatok egyszerűen nem tekintik partnernek a földművelést, az agrárszektor háttérben van szorítva, és csak legritkább esetben van kapcsolat közöttük, és valójában akik leginkább előtérbe kerülnek, azok pont a kereskedői vonal, és akkor létrejönnek ezek az életmódban is, ezek az úgynevezett látványlakások. Hát elindultunk a két-három osztatú házaktól, és most már az a fontos, hogy kinek mi van a lakásában, ugyan rendezik. Tehát a lakás az nem egy intimszféra a Korondon, hanem ez a közösség irányába egy nyitott tér, és egy reprezentációs szféra. Valójában nem maguknak rendezik be a lakást legnagyobb részét, hanem a közösséggel való kommunikációnak rendezik be. Ezt fura megérteni, viszont olyan intenzitásúak a közösségi kapcsolatok, klikkesedések vannak, és állandóan összejárnak, hogy gyakorlatilag ott történik a közösség, ott zajlik a közösség élet, és olyan kell legyen a lakásbelsőd, hogy ezáltal oda tudjál tartozni ezekbe a körökbe. Úgyhogy örvendjenek, ha önök úgy élik meg a saját lakásbelsőjüket, hogy olyanok, ahogy önök szeretnék. Nem, Korondon ez olyan kell legyen, amilyet elvár a közösség. De ezek saját maguknak generálják és felül licitálják. Tehát olyan nincs, hogy egy évben függönyt, például a szőnyeget, ilyesmit ne cseréljenek le ezekből a lakásokba. Tehát óriási a váltások ilyen téren. Én itt összesítettem még a saját meglátásaimat, valójában azt akartam megmutatni, hogy a tipikus sóvidéki életmódtól hova szaladt el a jelen kutató szempontjából Korond, tehát ez egy urbanizált közösség, már nem a
Imre István értelmében vett ugye arányok, vagy úgy mondjam, a rendtartó székelyfalú társadalmi hierarchiára uralkodik, hanem ez teljesen feloldódott, és ez egy nyitott társadalom, ami most jelen pillanatban Korondon van, és valójában megeszi a modernitás, itt szó, és még csak nem is Korondról hoztam ezt a képet, ez Sóffalváról van, bekebelezi a nagy modernitás és az érdekes stílusok, bekebelezik a népi építészetet és a régi életformát. Na, nem pesszimista zárásképpen, csak hogy inkább ezt az agyhai képet azért hoztam, hogy inkább a makacs-székely gondolkodásmódnak legyen a példája, hogy amikor már semmi nincs a telken, akkor is betámasztja a kaput, mert a tulajdonhoz való jog az is az övé. Tehát, hogy ez azért lehet ennek egy pozitív kicsengése is, és lehet, hogy nem azt hoztam, amire számítottak. Elindultunk Sóvidékről, és egy ilyen nagyon modern sóvidéki egyedi példával próbáltam azt bemutatni önöknek, hogy azért mi minden működik, vagy történik ott a Sóvidéknek bizonyos szegleteibe. Köszönöm szépen a figyelmet!